Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Dodge Charger következő epizódjába, a 81-es résszel, epizóddal. Az előző videónak a végén volt egy mérlegelés, ami nem sikerült, de utána megoldottam. Van is róla fénykép, esetleg meg is tudom mutatni, de be is tudom mondani. kg 35 deka jelenleg az autó. És nézzük meg a következő részt. Ami nem más, mint egy... Na hány lap van? Azt mondja engine bay frame. Hoppá! Nem, ez jön a motorház tetőhöz. Úha! Srácok, erre a kíváncsiak, mert még a motorháztetőt ugye láttátok a előző részben is, hogy ott van fönt, de csak úgy rá van téve, mert rátettem, de amúgy még nincs ott, tehát nem tudom rögzíteni meg használni. Szóval... Na hát ez se könnyű. Most nem fogom egyesével megmérni az alkatrészeket, hogy minek mennyi a súlya. De ezt megmérem lehet. Mondjuk nem nehéz. Mondjuk ezt csak így ferdén leteszem. Lehet, hogy be se indul, hogy... Nullázz le magad? Neked nincs is súlya. 35 deka. Na hát... Nem egy nagy szám. De hát sok kicsi sokra megy, szokták mondani. Na. Akkor újból elővesszük, amit utoljára használtunk, elemet. Na várjatok, ezt elvesszük. Ezt is elvesszük. És ide tesszük. Jó. Igen, tehát a... Amikor nem fordítva nézem az újságot, akkor lehet, hogy még jobban értelmezem én is. Tehát akkor a motor térnek a keretét fogjuk felhelyezni. Valahogy így állunk, és valahogy, hogy mutatja ez nekünk? Betesszük ide? Szerintem csak így ide, mert ott van kettő olyan csavarnak a helye. Úgy, így ide. Valahogy így. Aha. Így, azt a mindenben még milyen hosszú. Jó, hát mondjuk ilyen hosszú a kaszni is, de és erre lehet, hogy föl lehet fogadni majd most már amit az első részekbe kaptunk. Jó, oké, betesszük. Igen. Szóval a QM csavarokkal kell rögzíteni. 1, 2, 3. QM. Húha, ezek jó nagy csavarok. Közben úgy hallom, hogy Calico. Gyerekek, kismacska, Calico a kismacska, állandóan nyávog, hogy ő valamit tenni akar, de nem éhes. Anyukája, háziasszony, nyomja neki az igét. Lehet, hogy hallatszik is a háttérbe. Kis szarosnak. A srácok így járta, vettünk egy autót, nincsenek papírjai, de ha lesz papírja, most dolgozok egy helyen, már két hónapja, mint saját vállalkozó, egy saját, egy háznak a építkezésén.
csinálok dolgokat, szoktam róla videókat is fölrakni, stb. TikTokra, ilyen helyekre. És... ja. És ott hatalmas az udvar, és ott parkolok benne a kocsival, hogy a rendőrök ne foglalják le, mert a rendőrök lefoglalják, akkor elviszik, hogy nincs rajta útadó, és akkor szivacs. Na várjátok, oké. Szóval FM csavarok mennek be oldalra. Most látok, hát ez kegyetlen, hatalmas. De egy valami biztos, hogy ha azt a csavarokhúzót használtuk volna, amit gyárilag kaptunk hozzá, azt a kettőt, már rég nem tudnánk összerakni. Azt hiszem kettőt vagy egyet kaptunk hozzá, de már rég nem tudtuk volna az autót összepakolni. De ide másik csavarhúzó kell, már megint nem férek be. Várjátok, itt van még. Nem. Csillag. Csillag vagy az égen. Na nem éneklek, mert nem tudok. De. Na, szóval a lényeg az, hogy tehát, hogyha azokat azt a csavarhúzót használom, amit gyárilag adtak hozzá, azt az egyet. Nem, úgy emlékszem, hogy kettőt adtak, mert utána menet közben még egyszer kaptam egy csavarhúzót, azt hiszem, valamelyik művelethez. Ez volt a gyári csavarhúzó, ez gyerekek, ez volt az, amit kaptam gyárilag hozzá. És most ki is próbáljuk, az a baj, hogy már nem tudom elfordítani, úgyhogy ti lássátok, hogy én itt csavarozok. Ó, viszont majdnem azt mondom, hogy jó ez a csavarhúzó oda, de nem jó. Tehát van itt ilyen, ez egy másik autónak a szereléséből jött. Ez sem az igazi. Megnézzük, hogy ha ez ide. Talán ez, de ezt se tudom rendesen megfogni, mert nem fér be. Nem fér be, hogy én... Jó, valamennyire sikerült meghúznom. Megpróbáljuk a felsőt. A felsőben valamelyik könnyebb dolgom van. Elvileg. Jó. Na és szerintem a következő rész az, hogy a másik oldalt is csavarozzuk be két ilyen csavarral is, és akkor ez a rész kész. Osztva innen itt. Így. Az csak három kellett, akkor hogy lett itt ebből még plusz három? FMS. Na hát mindegy. Ja, hogy az kell nekünk? Igen. Akkor jó. Most azt használjuk, de amúgy rohadt meleg van már megint. Volt egy hatalmas vihar. Még lehet, hogy az egyik videóban mondtam is. De nem biztos. Nézzük itt a másikat is, hogyha ez sem egy olyan könnyen, mint a előző, akkor nem tudom, majd keresünk olyan csavarhúzót, vagy megoldást, hogy beférjek. De ti azt nem látjátok. Igen. De ti azt nem látjátok, mert... ehhez külön
csavarhúzót nem adtak, hogy... Na jó. Az a baj, hogy nem. Ennek úgy teljesen. Na, majd meglátjuk. Így. Na, srácok, hát ennyi. Fölszerelve a eleje. Következő részbe összerakjuk, megnézzük, mi a következő rész. Még ebben a csomagból, ja, ebben a csomagból van még egy rész. Majd akkor megnézzük összeállítva, hogy mi a helyzet. Na, legyetek jók, iratkozzatok, csengő, minden. Sziasztok!